Léptékváltás Debrecenben. A kormány több 10 milliárd forinttal támogatja a város jövőjének alakítását. Letették az alapköveket, innovációs központ és oltóanyagüzem is épül. Kevesebb autó, kevesebb baleset, karantén idején látványosan javult Debrecen közlekedés biztonsági helyzete. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója, a Napszemle. Június 9-e kedd van, már is mondjuk a legfrissebb híreket. Debrecen az első magyar város, amelynek 2030-ig szóló programját a kormány támogatja. Ehhez már az első három évben 50 milliárd forintot biztosít a kabinet. Pap László a mai bejelentés kapcsán, amelyen jelen volt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is, léptékváltásról beszélt. A polgármester azt emelte ki, hogy a kormány ezzel a debreceniek kezébe adja a város jövőjének alakítását. Az új Főnix terv beolvad a Debrecen 2030 programba, ami a város vezetőinek víziója szerint új korszakot nyit, dinamikus fejlődést, növekedést hirdet a gazdaságfejlesztéstől a kultúráig minden területen. Az első három évben megkezdődik az előkészítése az intermodális központnak, illetve a Tócóvölgy és a városközpont közötti villamosvonal kiépítésének. A kultúra területén az új természettudományi múzeum és egy komoly zenei hangversenyterem létrehozása is a tervek között szerepel. Pap László polgármester azt mondta, a program megteremti a város belső egyensúlyát a gazdaság, a közlekedés, a jólét és a lakhatás területén, a fejlesztések pedig biztosítják, hogy a város sikeres közép-európai regionális központ legyen. A Debrecen 2030 program középpontjában az a gondolat áll, hogy mindent a debreceniekért teszünk. A kormány ezen fejlesztési stratégia támogatásával a debreceniek kezébe adja a város jövőjének alakítását. 2023-ig az első projektciklusban mindehhez a kormány 50 milliárd forint költségvetési támogatást biztosít. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter azt emelte ki, hogy Debrecent nem lehet megkerülni. A cél az, hogy a város ne csak Magyarország keleti régiójának központja legyen, hanem igazodási pont a határon túli területeknek is. Itt nyilván a kormány elvi támogatás is fontos, de nagyon sok gyakorlati lépést tettünk az elmúlt időszakban. Örömmel jelentem be, hogy a kormány támogatja azokat a vidéki nagyvárosokat, és elsőként Debrecent, akik létrehozták ezt a programjukat. Ez hamarosan meg is fog jelenni, konkrétan holnap, egy kormányrendelet formájában, hogy elsőként a Debrecen 2030 program támogatását a kormány eldöntötte. A város mellett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT és a Debreceni Egyetem is a támogatás kedvezményezettje. Az intézmény rektora azt hangsúlyozta, hogy fejlődésük a helyi gazdaság és az ország javát szolgálja, ami az innovatív klaszterek elvére, valamint a nemzetközi kapcsolatokra épül. Merem azt mondani, hogy ez a két típusú kapcsolatrendszer a fő fölhajtó ereje az egyetem mostani sikeresnek nevezhető periódusának. Az eseményen Kósa Lajos országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a magyar jövő Debrecenben épül, mint mondta, ennek nem lesz akadálya országhatár, kisszerűség vagy rossz indulat, a város sikere pedig az ország sikerét is jelenti. Akkor, amikor a Debrecen 2030 program ismertetője zajlik, akkor is el lehet mondani, hogy igen, ez egy nagyon patrióta, de nagyon magyar és a jövő felé forduló program. Debrecenben valóban a magyar jövőt építjük. És ezen keresztül egyébként szeretnénk a világhoz csatlakozni. A Debrecen 2030 program 5 alappillérének részleteit a közeljövőben ismertetik. Már javában tart az innovációs központ építése, és hamarosan elkezdődik az úgynevezett pilot oltóanyagüzem építése is a Debreceni Egyetem Tudományos Technológiai és Innovációs Parkjában. Mindkét beruházás alapkövét ma rakták le. A fejlesztések összesen 8 milliárd forintba kerülnek. Közösen tették le az oltóanyagüzem, majd az innovációs központ alapkövét a vendégek. A háromszintes, csak nem 5500 négyzetméteres innovációs központban elsősorban úgynevezett inkubációs tevékenységet végeznek, de oktatási és gyakorlati bázisként is szolgál majd. A jövőre 3,9 milliárd forintból megvalósuló létesítményben az elméleti kutatásoktól a prototípus gyártásig juthatnak el a cégek. Abban bízom, hogy ez az innovációs központ egy meghatározó szintere lesz az együttműködéseknek, a fejlesztéseknek, és nem csak a város és az egyetem, meg a minisztérium együttműködéséről kell itt beszélni, hanem a cégekkel való együttműködésről is.
Debrecen jövője az innováció, a modern vállalatok és a gazdaság területén nagyon komoly és meghatározott, jelentette ki az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László úgy fogalmazott, a Debreceni Egyetem a pandémiás helyzetben egyike volt azoknak az intézményeknek, amelyek gyorsan tudtak reagálni. Képesek voltak arra a magyar kutatók, a magyar egyetemi kutatók, hogy olyan projekteket kezdjenek el végrehajtani, ami egyébként részben a pandémiás helyzetnek az aktuális ügyeit írta le valamilyen formába, illetve készülünk arra, hogy ez a vírus velünk marad, tehát itt vakcinát, gyógyszert, egyéb más ügyeket kell fejleszteni. Pap László polgármester arról beszélt, hogy hosszú és jó az együttműködés a város és az egyetem között. Ennek egyik legfontosabb bizonyítéka az innovációs központ. Azt mondta, Debrecen ma Magyarország egyik gazdasági motorja, tudományos központja, innovációs centruma. A közép-európai régió meghatározó városa már most is, és ez tovább fog erősödni a következő években. Az innovációs központ fejlesztése az amellett, hogy egyetemi siker, én kifejezetten érzem azt, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon erős városi siker is, és segít nekünk abban, hogy Debrecen pozíciói tovább erősödjenek. Így néz majd ki a kis sorozatban vakcinák gyártására is alkalmas oltóanyagüzem. Ez mérete és kettős funkciója miatt Európában is egyedülálló lesz. A mintegy 4 milliárd forintba kerülő létesítményben várhatóan 2023-ban kezdődhet meg a munka. A vállalkozás méretének növekedésével egyre nagyobb azoknak a cégeknek az aránya, amelyek igénybe vették a gazdaságvédelmi intézkedéseket. Ez derül ki az LDC Debrecen Város és Gazdaságfejlesztő Központ május elejé felmérésének második elemzéséből. Ebben egyebek mellett azt is vizsgálták, hogyan változott a foglalkoztatás. A felmérés szerint 1%-kal nőhetett Debrecenben a munkanélküliség. Állami bértámogatás, hiteltörlesztési moratórium, bérleti díjak csökkentése és beruházási támogatások csak néhány elem azok közül a programok közül, amikkel az állam, illetve az önkormányzat segíti a koronavírus járvány idején a cégeket, hogy azok átvészeljék a nehéz időszakot. A május elején készült felmérés második elemzése a gazdaságvédelmi akcióterv intézkedéseinek igénybevételét is vizsgálta. Ez alapján elmondható, hogy a válaszadók szerint a könnyítések megegyeznek a cégvezetők várakozásaival. Minél nagyobb egy vállalkozás, annál inkább igénybe vett valamilyen támogatást. Most a válaszok alapján is kijött ez, hogy nem volt olyan nagy vállalat, amelyik ne tudott volna valamilyen intézkedést igénybe venni, illetve ugye a debreceni gazdaság gerincét adó KKV-szektor az is élni tudott ezekkel a lehetőségekkel. Voltak ágazatok, ahol jobban, és voltak, ahol kevésbé tudták igénybe venni a támogatásokat, ilyen volt például a szolgáltató szektor. A felmérés vizsgálta a foglalkoztatás változását is. Becslések szerint 5-6%-ra nőtt a munkanélküliség Debrecenben a koronavírus járvány következményeként. Pár hónap múlva, ha nincsen brutális ősz, amikor mindenki megint haza kell mennie, akkor ugyanúgy vissza fog rendeződni a munkaerőpiac, hogy nehéz találni, meg drága, meg most egy picit könnyebb keresni. Az EDC ügyvezetője azt mondta, Debrecenben a foglalkoztatottak 2%-ától váltak meg a vállalkozások, de a felmérések szerint nagy a bizakodás, hogy hamarosan újra szükség lesz a munkájukra. Sajnálatos persze, hogy 2000 főnek el kellett hagyni a munkáját, de emellett látjuk, hogy a munkaerőpiac más helyen kezdte felszívni a munkaerőt, tehát összesen egy körülbelül 1%-os munkanélküliség növekedést lehetett látni. Az RDC a következő napokban újabb szempontok alapján folytatja a kérdőívek elemzését, majd publikálja az eredményeket. Nem okoztak komolyabb károkat a mezőgazdasági kultúrákban az elmúlt napok jéggel kísért esőzései. Hajdú-Bihar megyében csak két település környékén tapasztaltak ilyet. Kukorica vetemény Mikepércs környékén. Láthatóan ez sem viselte meg különösebben az időjárás. Ide, akár csak Vekerdre, bőséges csapadékkal érkezett a jég a napokban, így nem voltak veszteségei a gazdáknak. Hajdú-Bihar más részein nem volt komolyabb mennyiségű jég, a jégkármentesítő rendszernek köszönhetően. Erről beszélt híradónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei vezetője. Márciustól május elejéig egyébként nem volt jelentős mennyiségű csapadék a térségben, azóta viszont már javult a helyzet, de az esőzés csak némileg csökkentette az aszályt. A tavaszi vetemények számára még időben érkezett. Arra tudok beszámolni, hogy az őszi vetésű növényeknél azért már látszik, hogy azért jelentős aszálykár jelentkezik, és már ez a most érkező csapadék ezeket nem fogja tudni orvosolni.
csaknem 20%-kal csökkent a sérüléssel járó közlekedési balesetek száma Debrecenben a járványügyi veszélyhelyzet idején. Az élet újraindulásával azonban a szabálytalanságok és az ütközések is gyakoribbak. Ezek számát akarja csökkenteni a rendőrség, ezért a napokban fokozott ellenőrzésekre lehet számítani megyeszerte. Élénk volt a forgalom délután a Balmazújvárosi úton. A karantén időszakban alig lehetett autót látni az utakon. Most viszont annyian álltak a lámpáknál, mint korábban a járvány előtt. A szinte autómentes időszak a statisztikát is javította. A kijárási korlátozások miatt a megyében több mint 10, Debrecenben pedig 20%-kal kevesebb személyi sérüléssel járó baleset történt eddig. Hajdúbiharban pedig felére csökkent a halálos balesetek száma. Az autókkal a szabálytalankodók is visszatértek az utakra. Mi kedden azt tapasztaltuk, hogy minden harmadik piros jelzésen áthajtott egy sofőr. Volt, amikor egyszerre ketten is áthaladtak a tiltás ellenére. Az autósok is sok szabályszegővel találkoznak. Záróvonal átlépés, piroson áthajtás, ilyesmi. Hát most éppen az elépül a körforgalomnál ez a hölgy itt előttem nem adott elsőbséget. A rendőrök megyeszerte fokozott ellenőrzést tartanak, mert a kijárási korlátozások enyhítése után a balesetek száma is emelkedett. A sofőrök szerint hasznos a rendőri jelenlét. Eléggé nagy az elvetemültség. A tapasztalásaim alapján nagyon sokat járok kelek napközben a városban, és borzalmas, hogy mennyire nem figyelnek oda az emberek. Tehát szimplán az én odafigyelésemen múlik az, hogy mondjuk nem jön belém valaki. Úgyhogy, és ez többször is előfordul, úgyhogy azt gondolom, hogy szükséges. És jó, hogy van. A piroson áthajtás nem csak veszélyes, drága is. 50 000 forintos bírság és 8 büntetőpont jár érte. A kollégáim folyamatosan megyeszerte a kiemelkedő baleseti okokhoz vezető jogsértéseket ellenőrzik, azoknak a betartatását. Ennek érdekében a tilos jelzésen áthaladás, a sebesség túllépés az, amit kifejezetten most itt Debrecenben ellenőrzünk. A mostani ellenőrzések során emellett kiszűrik az ittas és az engedély nélküli vezetőket is. Délután összeütközött két autó a Petőfi térnél. A balesetben nem sérült meg senki. Információink szerint egy Suzuki ki akart hajtani a parkolóhelyről, amikor neki ütközött a piac utcán haladó Skodának. A karambol következtében az egyik kocsi érintőlegesen súrolta az éppen arra járó villamost is. Nagyobb baj nem lett, a villamos folytathatta útját, de a két autóban több 100 000 forintos kár keletkezett. A balesetnek nem volt sérültje. Azt, hogy kihibázott, a rendőrök vizsgálják. Rugalmasság, alkalmazkodó képesség és együtt gondolkodás. Ez jellemezte a Vojtina Báb Színház most záruló évadát. Ebben a szezonban több mint 34 000 néző, kiállítások és csaknem 400 előadás várta a gyerekeket. A társulat vasárnap rendezi hagyományos kapuzáró rendezvényét a nagy templom mögötti emlékkertben. Egyenesen az égből érkezett a Vojtina Báb Színház kulcsa, augusztusban az ünnepélyes kapunyitóra. Ez szimbolizálta a 26. évad kezdetét. Már az idény rendhagyóan alakult, a Vojtina társulata 4 új előadással és több kiállítással is megörvendeztette közönségét. Sziasztok! Ábránd vagyok, a Vojtina mesemanója. Üdvözöllek benneteket az eheti hétfői adásunkban! A Báb Színház társulatát is komoly kihívás elé állította a koronavírus járvány. Tavasszal átköltözve az online térbe is azon dolgoztak, hogy a gyerekek bár otthonról, de élvezhessék az előadásokat. A kapuzáró rendezvény interaktív programjai mindig az elmúlt évadból inspirálódnak. Nem lesz ez másként a hétvégén sem. Ördögökkel és egyéb szörnyekkel, sárkányokkal is szoktunk vívni. Most is lesz egy sárkányölő sebestyénünk is, de még ehhez kapcsolódóan ezt a vírust agyonvágjuk most vasárnap. A mai tájékoztatón Puskás István alpolgármester úgy fogalmazott, a Vojtina Báb Színház igazi égköve Debrecen kulturális életének. A legkisebbektől kezdve, egészen az újszülöttektől kezdve biztosít kultúrával való találkozást, a művészettel való találkozásra lehetőséget, és ezáltal értékeket közvetít, közösséget teremt, és azért tegyük hozzá, hogy nem csak a kicsiket, a gyerekeket, hanem rajtuk keresztül a szülőket is a kultúrához juttatja. A Vojtina kapuzáró rendezvénye vasárnap a nagy templom mögötti emlékkertben lesz. Ezen alkalmazkodva a járványügyi előírásokhoz csak 200 fő vehet majd részt.
Eddig tartott ma a napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!